bocsa, ülőtenisz, ülőröplabda, ülőasztali tenisz. Mindezt kipróbálhatták a paksi gyerekek a lélekmozgató testnevelés órákon. Ma paranap van, és kipróbáltuk egyik órán, hogy csukott szemmel kellett kitapogatni a másik embert, hogy ki az. Aztán, hogy nem hallottunk, nem beszélhettünk, és úgy kellett arcmimikákkal kifejezni, hogy mit szeretnénk a másikkal közölni. És volt olyan is, hogy nem szabadott járni, ugye itt is van a tenisz, a bocsa és a röplabda. Nagyon jó, hogy van ez a paranap, mert bebizonyítjuk a világnak, hogy ők is érnek valamit, és hogy ők is sportolhatnak. Nagy izgalommal érezték át a gyermekek a parasportolók hiányosságból adódó küzdését, elszántságát, kitartását. Már harmadik alkalommal csatlakozott az iskolánk a Magyar Parasport napjához. Nagyon fontosnak tartjuk a kollégákkal, hogy érzékeltessük a gyerekekkel, hogy milyen sérült embernek lenni, hogyan kell a sérültekhez viszonyulni. Úgyhogy nagyon sok programot dolgoztunk ki ennek érdekében. Választhattak a gyerekek különböző programok között, illetve volt kötelező program is, alsó és felső tagozaton egyaránt. Alsó tagozaton volt rajzórákon, művészeti órákon, szájjalfestés, a szünetekben különböző érzékenyítő játékokat játszottak, erre csörögadió, sántaróka. Az alsó tagozatosokhoz újból ellátogattak a Nyitnikék fogyatékosok nappali ellátójának a gondozottjai, és egy játékos délelőttöt töltöttek el, ez már hagyomány. Felső tagozatban vendégül láttuk Frisztibor paraerőemelőt, aki egy kis élménybeszámolót tartott, illetve szkanderozott a nyolcadikosokkal. Hát ő győzött. Lélekmozgató testnevelés órákon vehettek részt alsó-felső tagozatos diákjaink, kipróbálhatták az ülőteniszt, az ülőröplabdát, az ülőbocsát, és hát megállapították, hogy nem egyszerű a sérült emberek helyzete.